76 éve volt a török bálint és váb embereknek a kitelepítése otthonukból, és én úgy gondolom, hogy a fiatalságnak ezt meg kell tanulni, meg kell jegyezni, mint ahogy mi megtanultuk a nagymamánktól, nagypapánktól, meg az édesanyáinktól, hogy ezt nem szabad elfelejteni, és emlékezzünk meg azokra az emberekről, akiket akkor innen elűztek. Milyen érzés esetleg olyan szépkorúval találkozni, aki valamilyen módon érintett volt ebben az eseményben? Nagyon kevés ember van, aki még él, és ugye akkor volt felnőtt korú, de hál' Istennek azért van, akitől még kérdezhetünk, nem sok ember, de azért. De viszont az akkori szülők elmondták az akkori kisgyerekeknek, hogy mi történt. Tehát ez szájhagyomány útján azért ez elterjedt, és azért erről mi is tudunk. Kitelepítési megemlékezés minden évben nagyon-nagyon fontos esemény itt Török-Bálinton. A gyerekek hogyan, miként készülnek, és mennyire lehet őket rávezetni ennek a megemlékezésnek a fontosságára? Alapvetően az úgynevezett hon- és népismeret tantárgy keretében foglalkozunk ezzel, akár már alsóbb osztályokban is, a megfelelő szinten. Így aztán minden gyermeknek, aki itt áll, tudomása van róla, hogy ez milyen esemény, és hogy most mire emlékezünk. És nyilvánvalóan, hogy van közülük, bár ez is egyre kisebb számban olyan, akinek a felmenői inkább dédszülőkről beszélünk, már érintettek voltak ebben az eseményben. Mennyi idő alatt lehet körülbelül felkészülni egy ilyen megemlékezésre? Azért ez nem vesz olyan rettenetesen hosszú időt igénybe. Én azt gondolom, hogy egy 2 hét alatt szépen össze tudjuk próbálni mindig a részeket, amikből összeállítjuk a műsort. A műsort én szoktam összeállítani, kiválasztjuk a gyerekeket, és ilyen úgynevezett olvasópróbákat tartunk, mindig bátortalanok arra, hogy maguktól mondják a verseket, úgyhogy maradunk inkább az olvasott formánál. Nyilván a német nyelv is bizonytalanság nekik, hiszen nem az anyanyelvük, de ebben segítem őket, hogy összeolvassuk szépen a kiválasztott részeket. Der 19. Januar soll der Gedenktag an die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn sein. Dies beschloss das ungarische Parlament einstimmig. Damit soll daran erinnert werden, dass die Ungarn-Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg ungerechtfertigt, der Kollektivschuld bezichtigt und ihrer staatsbürgerlichen Rechte beraubt wurden. Nach Beschluss der damaligen ungarischen Koalitionsregierung mussten in den Jahren 1946 bis 1948 an die 190.000 Ungarn-Deutsche das Land verlassen. Sie verloren ihre Staatsbürgerschaft, ihr Hab und Gut, wurden enteignet. A magyarországi németség, mint egy felének kitelepítése a magyar történelem egyik sötét és dicstelen fejezete. Az ártatlan magyar állampolgárokat a II. Világháború után sújtó kollektív bűnösség vágyának alkalmazás alól nincs felmentés az akkori magyar kormány és az akkori magyar társadalom egy része számára. Ez a dicstelen cselekedet az izmusok csatája után Magyarországon úgy indult, hogy kezdeményezték egyes magyar politikusok, hogy Magyarország fölött felügyeletet gyakorló szövetséges ellenőrző bizottság engedélyezze, kezdeményezze a németek tömeges kitelepítését. A szövetségi ellenőrző bizottság ez nem járult hozzá, ellenben a kitelepítéseket Magyarország ideiglenes nemzeti kormánya kezdeményezte. Úgy tekintett erre a kitelepítésre, mint egy csodaszerre, amely a világháború utáni Magyarország összes kül- és belpolitikai gondját enyhítheti. 1945 nyarán a magyar kormány elvi engedélyt kapott arra, hogy a magyar németséget, magyarországi német lakosságot, vagy annak egy részét rendezetten, humánus módon Németországba telepítse ki. A minisztertanács 1945. december 22. ülésén Nagy Imre belügyminiszter terjesztette elő a kitelepítési kormányrendelet tervezetét, amely a hazai németség kollektív bűnösségén alapult.
A rendelet értelmében kártérítés nélkül zár alá vették az annak hatálya leső személyek minden ingatlan és ingó vagyonát. A rendelet a hazai német lakosság teljes körű kitelepítésére törekedett. A jelenlévő 16 miniszterből 9-en igennel, 2-en nemmel szavaztak, 5 ember megtartózkodtak. Ez ellen a rendelet ellen már akkor fellépett a magyar értelmiség meghatározó része, ismert művészek és politikusok, többek között Füst Milán és Kétli Anna is. A Magyar Katolikus Egyház részéről Mindszenty József bíboros hercegprímás tiltakozása is hallható volt. Többször írt levelet Dálnoki Miklós Béla, majd Tildi Zoknál miniszterelnököknek és a Szövetségi Ellenőrzőbizottságnak, s rajta kívül Svoly Lajos, székesfehérvári püspök is tiltakozott a kistelepítések ellen. A végrehajtás első szakasza a Budapest környéki falvak német nemzetiségű lakóit érintette. A művelet Budaörsön kezdődött január 19-én, Török Bálint pedig február közepe táján került sorra. Egy-egy község kitelepítése néhány nap alatt történt. 2143 török bálinti kitelepített nagyobb részét, Németország amerikai kisebb részét pedig a szovjet megszállási övezetbe szállították. Az akkori magyar kormány várakozásával szemben ez a lépés nem lett külpolitikai és belpolitikai csodaszer. A határon túli magyarok sorsát továbbra is a többségi nemzet akarata határozta meg a szomszédos országokban, sőt, ezt a kitelepítést precedensnek is tekintették. Csehszlovákia például az úgynevezett kölcsönös szlovák-magyar lakosságcsere kikényszerítésére használta fel a magyar kormánnyal szemben a németek dicstelen kitelepítését. Tehát ebből is lehet látni, hogyha egymás megosztására törekszünk, ha egymás ellen fordulunk, különböző nemzetek, nemzetiségek, akkor annak mindenki kárát és baját látja. A magyar kormány 1946 és 48 között legalább 185 ezer német nemzetiségű magyart fosztott meg állampolgárságától és telepített ki. És mintegy 248.600 kataszter holdföld került a magyarországi németektől a magyar állam tulajdonába. 1941-ben a magyarországi németeknek összesen kb. 60.400 háza volt. Ebből 1945 és 48 között 44.750 ingatlan, azaz 74,1%-át vették el tőlük kártalanítás, kárpótlás, anyagi jóvátétel nélkül. Kérdés az, hogy az izmusok csatája miatt Magyarország miért került másodjára és olyan oldalra, ahol az embert nem, vagy csak alig vették számba, ahol az ember csak statisztikai adat volt, legyen az magyar, legyen az német, legyen az szlovák, vagy bármilyen nemzetiségű, aki Magyarország alkotóerővel bíró polgára volt az elmúlt évszázadokban. Az izmusok csatájából mi arra az oldalra kerültünk, ahol nem a polgári demokrácia valósult meg, hanem az úgynevezett bolsevizmus és később a kádári szocializmus. Szemben a másik oldal polgári demokráciájával, a nyugati oldal polgári demokráciájával. A szomorú az, hogy a kitelepítés kezdeményezésében úgy különbséget nem nagyon lehetett tenni, talán csak a keresztény pártok tiltakoztak egyértelműen, de a Nemzeti Parasztpárt alelnöke Kovács Imre is erősen kiállt a német kitelepítés mellett, és ha jól emlékszem, a
Az ő nevéhez fűződhetett az a mondat, a svábok úgy mennek el az országból, ahogy jöttek, egy batyúval a hátukon. Nem felelős politikus az, nem felelős nemzetben, hazában, emberben, a humán létben gondolkozó politikus az, aki ilyen mondatot és ilyen szavakat kiejt a száján, függetlenül attól, hogy melyik oldalhoz tartozik. Tehát mondtam már, hogy ez a kitelepítés mai napig is szégyen. Arról a nemzetre testünkről van szó, amelyik évszázadokon át szolgálta hazájának tekintett történelmi Magyarországot, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hazánk fejlődjön, és hazánk megőrizze azt az entitását, amivel ma is rendelkezik. Egy egész népet bűnbakká tenni, a kollektív bűnökség elvét alkalmazni mindig a legegyszerűbb megoldásnak látszik, azonban mindig is bűn, nagymértékben pedig háborús vagy emberiség elleni büntet. Tisztességes ember, magyar ember csak együttérzéssel tekinthet e tragikus eseményre. De hála Istennek, itt Török Bálinton újra élnek és virágoznak a német hagyományok, gyermekek kicsik koruktól fogva megélhetik a német identitásukat. Óvoda, iskolai nyelvoktatás és hagyományápolás áll rendelkezésükre, és felnőttként is megélhetik nemzeti hovatartozásukat. Kérem tőlük, hogy ezt a beszédet tekintsék annak, hogy együtt érzek velük a múltjukkal, a tragikus sorssal, és együtt vagyok velük, amikor a mai alkotó időszakban dolgozunk azért, hogy a német nemzetiség újra megtalálja magát, újra megtalálja identitását, megkapja azokat a lehetőségeket, azokat a vívmányokat, ami ahhoz kell, hogy büszkén élhessenek németként, akár itt Török Bálinton, akár az ország más részében. Ezt szolgálják a helyi önkormányzatok, a képviseletük a parlamentben. Gratulálok nekik, hogy ezt a lehetőséget összetartozásukkal, szervezettségükkel, elkötelezettségükkel meg tudták maguknak teremteni, hogy egyedül a magyarországi nemzetiségek közül a németeknek van országgyűlési képviselőjük. Ez azért is nagyon fontos, mert ez a pozíció, ez a hatáskör, ez a feladat nagy segítség ahhoz, hogy a török-bálinti németség is megőrizze és megélje, valamint továbbadja mindezt az örökséget, mert így válhat tevékeny részesévé annak az országépítő munkának, amelyben utóbbi évtizedekben elindult. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kívánom Önöknek, a török-bálinti németeknek, hogy újra kíséreljék meg, és sikeresek legyenek abban, hogy állítsanak országgyűlési képviselőt a magyar parlamentben, mert így lesznek erősek, így lesznek öntudatosak, és így lesz meg hitük, becsületük, nemzetük jövőjében. Die Kommende Gedenkfeier wurde von den Deutschlehrern der Simmern die Schule vorbereitet und wird von den Schülern und Lehrern vorgetragen. Robert Becker, Obichainer Heimathab. Rajzoltam neked egy virágot, egy házat, de azt mondom rá, Blue Mount House. Mit rajzoltam hát neked? Szivárványt láttam. Ja, ein Regenbogen, mondom, és örülök. Kedvesem, csendesen lábaidhoz térdeplek, meine geliebte, cipőcskéden hazámpora, Staubmeiner Heimat, sóhajtom, s jaj, de mindegy, honnan jöttél. Az elüldözöttek 20 kg élelmet vihettek magukkal, amely a következőkből állt. 1 kg zsír, 2 kg hús, 7 kg liszt, kenyér vagy tészta, 2 kg hüvelyes és 8 kg krumpli, illetve 80 kg ruha vagy ágynemű. A pályaudvaron mindezt újra megmérték, és akinek több volt a megengedettnél, attól elvették. Kíméletlenül elvették a babakocsikat, s a varrógépeket.
sőt, aki nem adta oda elég gyorsan, őket azt még meg is verték. Staubmeiner Heimat, sóhajtom, sajta mindegy, honnan jöttél. Ezen a napon, 1946. január 20-án kellett lakóhelyünket könnyek között bánatban elhagyni. A szomorúság, félelem, de a méreg is és a lelki megrázkódtatás elbódított bennünket. Kétségbe voltunk esve. A fiúiskolában kellett jelentkezni. Ott a kitelepítési bizottság regisztrált bennünket. Másnap Budaörs vasútállomásán áruszállító vagonokba raktak minket, melyekben kis kerek kályha állt. Farkasordító hideg volt. Személyszállítókocsi nem volt számunkra. A szállítás a marha vagonban, melybe 30 személyt bezsúfoltak, embertelen volt, mivel nem volt WC. Gyerekek, felnőttek, idős és beteg emberek 8 napig utaztunk, amíg megérkeztünk Németországba. Igazság szerint a kiutasítás nem szabályszerűen és emberi módon ment végbe, ahogy ebben a szövetséges hatalmak 1945. augusztus 2-án a Potsdami Egyezményben megállapodtak és rögzítették. Az előzöttek nem követtek el semmit, kimondhatatlanul és elképzelhetetlenül igazságtalan volt olyan embereket előzni hazájukból, akik mindig csak szorgalmasan dolgoztak. Staubmeiner Heimat, sóhajtom, s jaj, de mindegy, honnan jöttél. 13,5 éves voltam. Egy szombati nap volt, amikor teherautókkal jöttek értünk. Senki sem tudta, hogy kit és miért visznek. Apám nem volt volksbundista. A háborúban magyar katona volt, mégis rajta volt a kitelepítési listán. Talán azért, mert német anyanyelvűnek vallotta magát. Talán azért, mert az egyik legtehetősebb ember volt a faluban. Staubmeiner Heimat, sóhajtom, s jaj, de mindegy, honnan jöttél. Vertreibung, Aussiedlung, Racheakt oder einfach nur Raub? Die Frage zu beantworten ist und bleibt die Aufgabe der Historiker. Die erste Phase der Aussiedlung begann 1946. Nur diejenigen konnten bleiben, deren Gatten ungarische Abstammung hatten oder die eine besondere demokratische Haltung gegenüber Ungarn bewiesen haben. Die Deutschen, die in die amerikanische Besatzungszone des Reiches fahren mussten, konnten ihre Kleider, ihre Wertsachen und Lebensmittel für circa 3 Wochen mitbringen. Die ersten Verordnungen über die Vertreibung der Deutschen haben die Gemeinde Budaörs betroffen. Danach wurden die Ungarndeutschen aus anderen Teilen des Landes auch ausgesiedelt. 1941 wurden in Ungarn 477.000 Ungardeutsche zusammengezählt. Mit der deutschen Armee sind einige schon weggegangen und manche wurden befreit. So nach den Plänen wollte man etwa 52.000 Personen nach Deutschland umsiedeln. Das bedeutete aus der Gegend von Pest 84.500, aus Raab 128.000, aus Branau und Baska 137.000, aus Tolnau 88.600 und aus Budapest rund 22.000 Personen. Franz Zeltner, meine zwei Sprachen. Als Mensch bin ich ein Deutscher, als Bürger ein Major. Wir sprechen, sangen, träumten Deutsch, weil es die Muttersprache war. Als Kinder, wenn wir spielten, war uns die Sprache egal. Wir schritten und wir rauften uns, versöhnten uns auch wieder mal. Mir ist in diesen Jahren, hatte ich kein Sprachproblem. Doch als ich in der Schulbank saß, war's oftmals schwer und unbequem. Da lernt ich schreiben, lesen, in Landessprache nur. Die Mundart war nicht fein genug, galt nur am Schulhof und im Flur. Als Jüngling und als Freier, mit Mädchen Hand in Hand, da braucht man keine Worte nicht, die Sprache gilt in jedem Land. Zwei Sprachen sprech ich heute,
mal Deutsch, mal Ungarisch. Wenn's eilig oder hitzig wird, ist es oft ein lustig Wortgemisch. Die eine zum Erzählen, die zweite sprach im Amt. So ist es einmal nicht ganz richtig sein. So heißt uns Potter nicht verdammt. Als Bürger bin ich Ungar, als Mensch so wie ich war. Ich lebe mit beiden Sprachen zwar, doch kann ich eine besser klar. Es gibt Menschen, die in der Vergangenheit leben, nicht aus nostalgischer Schwärmerei. Sie sind Gefangene der Zeit und können aus der Erinnerung an ihre seelische Qual nicht ausbrechen. Die Vertriebenen schmerzt am meisten der Verlust der Heimat. Es existieren viele Auslegungen des Heimatbegriffs. Das ist insofern aufschlussreich, weil die Vertriebenen dadurch erst genau wissen, was sie durch die Vertreibung verloren haben. Für sie ist die Heimat ein außergewöhnlich schöner und lebenswerter Landstrich, der viel zu bieten hat. Eine glänzende wirtschaftliche Entwicklung, eine bewegte Geschichte sowie eine lebendige und bewusst erfahrene Tradition und Kultur. Für Ungarndeutsche ist Heimat der Geburtsort mit der prägenden Kraft für die Entwicklung der Persönlichkeit. Wo man zu Hause im eigenen Haus ist, wo man die heimatliche Tradition pflegt, den Dialekt, die Gebräuche, die freie Ausübung der Religion, der Rede. Wo man inmitten des Familienverbandes aufwächst. Früher kämpfte man für sein Land, für seine Religion und für seine Überzeugung. Heimat bedeutet nicht nur Bindung an einen bestimmten Ort, sondern auch eine Einbindung in den Alltag, die Auseinandersetzung mit der Umgebung, den Gewinn und Ausbau neuer Heimatbezüge. Das kann überall geschehen. Viele Menschen haben längst mehrere Heimate. Das hatten die Ungarndeutschen nicht. Klaus Glotz, mein Deutschtum. Mein Deutschtum ist die Rodung, im Wald auch Sankt Ivan bei Ofen genannt. Mein Deutschtum ist das bröckelnde Bauernhaus in Leinwa, der Friedhof, dort wo Dutzende von Steinen meinen Namen tragen. Mein Deutschtum ist die alte Nachbarin Anna, die mich über Hexen und Berggeist aufklärte. Mein Deutschtum ist der Hotter und sein Duft, das Kohlenrevier, wo Vater jeden Tag in die Grube stieg und von Mutter zitternd mit Schmalzbrot und Glücksauf verabschiedet. Mein Deutschtum ist die Schule, wo ich in der Pause nur Ungarisch sprechen durfte, aber auch die wöchentlich zwei Muttersprache. Mein Deutschtum ist das Graner Gymnasium, wo ich ungarischer Dichter werden wollte. Das germanistische Seminar, Budapest und Leipzig. Mein Deutschtum ist die Kirche, in der ich zur ersten Kommunion ging, der Priester, der mich die alten Griechen und Römer lehrte. Mein Deutschtum ist der zögernde Novizenanwärter der Piaristen. Mein Deutschtum ist aber auch der bolschewistische, zum Sozialdemokraten avancierte, dann kommunistische und wieder zum Sozialdemokraten abgestempelte Großvater. Mein Deutschtum ist Klopstock und Lenau, Marx und auch Puschkin, dessen Verse die russische Großmutter an friedlichen Abenden vorlas. Mein Deutschtum ist der Gutmann geheißene Urahn, der Hergelaufene, von dem man nichts weiß, ob sein deutscher Name echt ist. Mein Deutschtum ist der ungarische Freund der Kindheit, der Lehrer, der Petöfi und Aron mich lieben lernen ließ. Mein Deutschtum ist Bobic und sein Gartenhaus in Estergom. Mein Deutschtum ist Iyesh, ja, auch Iyesh, und nicht zu vergessen auch Hauptmann in Agnetendorf. Mein Deutschtum ist Joyce und Sartre, der Eiffelturm und das Brandenburger Tor, das Oktoberfest und die finnische Sauna. Mein Deutschtum, hört ihr, hat einen Weltpass.
76 Jahre nach der Vertreibung verblasst die Erinnerung etwas an diese Zeit. Die Bindung an die alte Heimat ist auch lockerer, da kaum noch Menschen aus dieser Zeit leben. Ihre Nachkommen fühlen sich mit der alten Heimat weniger verbunden, was menschlich auch verständlich ist. Die deutsche Selbstverwaltung, die Kindergärtnerinnen des deutschen Kindergartens Ein Herz für Kinder, der Schwabenverein, die Gemeinschaft junger Schwaben in Török-Bálint, die Deutschlehrer der Simandi-Ignaz-Schule fühlen sich moralisch verpflichtet, die Verblassung der Erinnerung zu verhindern. Sie wissen, das ist das Mindeste, was sie für die Vertriebenen tun können. Jetzt singt der Schwabenchor zwei Volkslieder über die weggenommene Heimat. Als Dirigent und am Akkordeon Attila Doscher. Thank you.